Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Több mint ezren vettek részt pénteken a Magosz által szervezett gazdatüntetésen. Ezzel is foglalkozunk a mai alkalommal, íme a teljes kínálat. Felzárkóztatás. Nagyecseden indult program a szegregátumban élőkért. Előtérben a fejlesztések, bővíti feladatköreit a Magyar Vöröskereszt. Tüntetés Záhonynál. Nem akarnak több ukrán gabonát a magyar gazdák. Folytatódik a szegregátumban élőket fejlesztő program Nagyecseden. Az Együtt egy jobb életért elnevezésű pályázat 200 millió forint visszanemtérítendő támogatásban részesült. Az összeg a Nagyecseden élő hátrányos helyzetű lakosok közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációjának elősegítését szolgálja. Számunkra ez egy nagyon kellemes program, hiszen több mint 10 éve vagyunk ebben a programsorozatban, ennek az előprogramjait is végigvittük már itt Nagyecseden, ami azt jelenti, hogy a szegregátumban lévő közösségi házunkon keresztül különböző olyan szolgáltatásokat tudunk nyújtani a mély szegénységben, hátrányos helyzetben élők részére, akik a mindennapi megélhetésük és boldogulásuknak az elősegítéséért vehetnek részt ebben a programban. Hogy egy kicsit konkrétabb legyek, jelenleg 220 olyan célcsoport tagot választottunk ki az előzetes felméréseink alapján, ahol a felmérések nyilván arra irányultak, hogy kik a legelesettebbek, kik a legnagyobb problémákkal, mindennapos problémákkal küzdők, és az ő számukra egyéni fejlesztési terv készült, és ennek az egyéni fejlesztési tervnek a végrehajtásában pedig főállású vagy részmunkaidős szociális munkások fognak segíteni, folyamatos jelenléttel és az ő életvitelük folyamatos mentorálásával, amintől azt várjuk, hogy a program végére, hogy ez egy 3 éves program, azt reméljük, hogy a 3 éves program végére azokat a mindennapos problémákat, legyen ez anyagi, legyen ez mentális, legyen ez higiénés, legyen ez a gyerekeknek az iskolába való járása, a lemorzsolódás elkerülése, a napi tisztálkodástól, a környezetnek a rendben tartásától, és sorolhatnám azokat a valós problémákat, amikről tudunk a mély szegénységben élők, különösen a szegregátumban élők esetében, ezeket a problémákat szeretnénk mérsékelni. Nyilván nem vagyunk annyira naívak, hogy azt gondoljuk, hogy ezt felszámol egy 3 éves program keretében, de én azt gondolom, hogy ha értékelhető eredményeket tudunk ezen a téren elérni, akkor nem volt hiába ez a program, hiszen ez a 3 évig tartó program sok energiába, sok pénzbe kerül, de én úgy gondolom, hogy ha csak részben tudunk eredményeket elérni, és részben teljesülnek azok a célkitűzések, amiket megfogalmaztunk, akkor nem dolgoztunk hiába, hiszen azon túl, hogy a célcsoport tagokon tudunk segíteni, nekem meggyőződésem, hogy a városban élő többségi társadalomnak az életminőség és javul ezáltal, és azt hiszem, hogy ez nem kidobott pénz, még ha talán első nekifutásra úgy is tűnik, de mi nagyon régóta, ugye 22 éve, 23 éve polgármesterként viszem a településen a különböző programokat, és én mindig is híve voltam ennek, hogy a felzárkózás és a szegregátumban élők sorsát javítsuk, hiszen ezáltal a közösségi együtt élés minőségét is javítjuk. Nyilván több személy van 220-nál, mint aki a programba beillik. Ez is nagyon fontos kiválasztási szempont volt, hogy olyan célcsoportokat szólítottunk meg az előzetes interjúk alapján, akik vállalták és akarják ennek a problémának a kezelését. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert nem elég az, hogy mi akarjuk ezt a fajta problémát kezelni, legalább ennyire fontos, ha nem fontosabb, hogy a konkrét egyén is akarja ezt, hiszen egy nagyon egyszerű közmondás, hogy segíteni csak azon lehet, aki ezt akarja és hagyja. Úgyhogy ezenek az elvek mentén is választottunk célcsoportot. Én nagyon bízom benne, hogy látványos eredményeket tudunk elérni, és ez motiváció lehet azok számára is, akik most konkrétan nem kerültek be a célcsoportba, de bízom benne, hogy itt a szegregátumban ez egy látványos elmozdulás lesz. A program megvalósításában jelentős szerepet vállal az Emelkedő Csillagok Roma Nők Egyesülete. Nagyecsedi vagyok, és ez a szegregátum nekem a szívem csücske, hogy igazából itt elkezdődjön újra egy olyan fajta fejlődés és szemléletformálás, ami sajnos 2-3 évre megállt, ugye, mert a projektidőszak megszűnt, és nem volt projektünk. Úgyhogy én nekem ez most annyira jó, és örülök, és boldog vagyok, hogy tudunk végre idejönni és segíteni. Nem állt meg a munka gyakorlatilag, mert ugye azért a mi szervezetünk az Emelkedő Csillagok Roma Nők Egyesülete, így folyamatában próbáltunk velük együtt dolgozni, de azért teljesen más, hogy több programelemet tudunk ide behozni most. 3 programunk van,
a projektben. Az egyik a Mesét program, ami a kora gyerekkori fejlesztésre épül, és ez nekem nagyon fontos, hiszen 2010 óta dolgozom a Mesét módszerrel. Azt el kell mondanom, hogy ez Furuk Switzer volt az alapítója ennek a programnak, a megálmodója, és őnála képződtem, és azóta én vele dolgozom, és ezt a módszert már így országosan is alkalmazzuk, és azt látjuk, hogy akik hozzánk járnak szülők, ezeknek a 0-3 vagy 0-6 éves korú gyerekeknek, azok elkezdenek másképp gondolkodni, szóval szokták mondani, két legyet egy csapásra, hiszen ugye a biztos kezdett gyerekházra, ha gondolok, ugye ott is 0-3 éves korú gyerekek szüleivel járnak oda, csak mi nálunk nem intézményesítve van, hanem ugye program keretén belül vagyunk egyelőre. Ez azt jelenti, hogy 3 órában eljönnek hozzánk, hetente egyszer találkozunk, hozzászoknak a rendszerhez, hozzászoknak ahhoz, hogy fel kell öltözni, illetve nagyon fontos ugye, hogy azokat a technikákat tudják itt elsajátítani, és azt a fajta fejlesztést tudják megtanulni, amivel otthon a gyereket tudja fejleszteni. Vizuális kép, kommunikáció, olvasnak a képről, elolvassák a szöveget. Ők maguk ugye egyrészt az olvasás élményével gazdagodnak, a történetek feldolgozásával. A történeteket lebontjuk a saját életünkre, és ebből ugye rengeteg konklúziót, konzekvenciát tudnak levonni. Úgyhogy én azt nagyon fontosnak tartom, hogy így hazaviszik ennek az olvasás, a mese kultúráját, gyakorlatilag a könyvet hazavihetik, és ezáltal ugye lesz egy otthon egy kis úgynevezett kis minikönyvtáruk, amikor bármikor leveheti a gyerek a polcról a könyvet, és azt mondhatja, hogy elviszi az óvodába, és ő is vitt valamit. Ez az egyik része. Nyilván szituációs játékokat játszunk velük, helyzetgyakorlatokat, amiből ők is orientálódnak a munkaerőpiacra, próbáljuk őket orientálni a szakmai életutuk indításában. Az nagyon fontos, hogy a képzések azok ugye, hogy milyen fajta, találja meg önmagát, legyen önbecsülése, legyen önbizalma, merjen cigány nőként kiállni magáért. Nekem ez nagyon fontos. Én erre tettem az életemet, és ez a misszióm, hogy a cigány nőknek segítsek. És azt gondolom, hogy ez egy pillér ennek. Van egy úgynevezett életvezetési workshopunk, amit fogunk ebben a projektben megvalósítani. Ez hetente fog megvalósulni ő is, és gyakorlatilag itt az életvezetési tanácsadás, süssünk, főzünk, olcsó, hogyan tudunk olcsó és finom ételeket, háztartási ismeretek, varázstechnika elsajátítása például, hogy hogyan varunk fel egy gombot, vagy ha elszakad a ruha, akkor nem kidobjuk, hanem megvarjuk. Szóval ezeket a praktikákat szeretnénk, illetve nagyon fontos a prevenció, mindenféle prevenció, bűnmegelőzés. Ezekben a workshopokban fogjuk ezeket tartani, illetve még nagyon fontos az is, hogy ugye van egy identitás erősítő programunk, ami a kultúra, hagyományőrzés, a zene, a tánc, az a fajta tradicionális szokások, amik értékek, azokat szeretnénk, hogy megőrizzék, megismerjék, és hozzá szokjanak, és cigánynak lenni nem bűn, cigánynak lenni jó, cigánynak lenni érdemes, mert cigányok vagyunk. Szóval az asszimiláció az nem rossz, de attól még az identitásunkat meg kell tudni őrizni. Büszkén kell viselnünk azt, hogy romák vagyunk, cigányok vagyunk. Bocsánat, csak én jobban szeretem a cigány szót, mert hogy igazából nekem ezt érzem magaménak, és ezt a szót szoktam használni. Én úgy gondolom, cigányként ezt megtehetem. És nekem nagyon fontos és sokat számítana az, hogyha itt Nagyecseden ugye a Szellemi Kulturális Örökség névjegyzékébe kerültünk a cigánytánca 2017-ben, és ez az örökség nekem nagyon fontos, hogy itt maradjon. És én azt gondolom, hogy az a fajta nyelvi kultúránk, ami van, azt szeretném, hogy megőrizzük. És ebben a szegregátumban a romungrók közösség él, de szeretnénk visszatanítani nekik. És én azt gondolom, hogy ettől lesz az, hogy őrizzük az identitásunkat. Amani voy a quedar, la 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 la
Továbbra is sok feladatot ad a Magyar Vöröskereszt vármegyei munkatársai számára az orosz-ukrán háború elől menekülők segítése. A tavalyi évben is eredményes munkát végzett a szervezet, sikeresek voltak a véradó kampányok, de 2024-re is sok-sok terv megfogalmazódott már. Ezekről kérdezem most Gurály Edinát, a Magyar Vöröskereszt vármegyei igazgatóját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Beszéljünk akkor először is a tavalyi évről. Mi az, amiben méri a sikereit a Vöröskereszt? Talán abban tudjuk a legjobban lemérni a sikereinket, hogy a programjainkkal és a szolgáltatásainkkal hány emberhez tudunk eljutni, vagy hány olyan ember van, akinek valamilyen módon tudunk segíteni. Ez kezdve az élelmiszercsomagok, adománycsomagoknak az átadásán, keresztül ruhaadományok közvetítésén keresztül, a véradáson keresztül, hogyan tudunk eljutni az emberekhez, hogyan tudjuk őket megszólítani, és hogyan tudjuk őket bevonni a programjainkban. És ilyen szempontból minden évben sikeres évet zárunk, hiszen nagyon sokféle feladat az, amit el kell látnunk az alapfeladatainkon túl is, és akkor ezekben a feladatokban látjuk, hogy sikerül elérnünk úgymond a célcsoportot, sikerül őket megszólítanunk, és magunk mellett is tartani ezeket az embereket. Hogyan alakul a tendencia? Mennyire változik, csökken vagy nő a segítési kedv az emberekben? Ez mindig hullámzó, ugye vannak az évnek bizonyos időszakai, például ilyen szokott lenni, klasszikusan a karácsonyi időszak, amikor nagyon jól meg lehet szólítani a lakosságot, és akkor azért nagyon sok mindenki gondolja úgy, hogy valamilyen formában szeretne segíteni. Mi mindig arról szoktunk beszélni, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a segítségnyújtás és az adományozást, azt nem lehet egy időszakra lekorlátozni. Ez akkor tud jól működni, hogyha ezt egész évben folyamatosan tudjuk csinálni. Erre nekünk is megvannak a magunk donorai, tehát azok a cégek, vállalatok, akik segítik a tevékenységünket termékekkel, vagy pedig pénzzel, és akkor ebből a pénzadományból tudunk olyan dolgokat vásárolni, amivel célirányosan tudunk segíteni a rászorulóknak, bajba jutottaknak, akik hozzánk fordulnak. De itt is nagyon fontos lenne megőrizni azt a folyamatosságot, hogy ez ne csak kampányszerűen az évnek egy másfél hónapjára korlátozódjon, hanem egész évben elérhetőek legyenek úgymond ezek az élelmiszercsomagok, hogyha valakinek szüksége van rá és hozzánk fordul, akkor tudjunk rajta segíteni. Ez a kampányszerű segítés nagyon kicsúcsosodott akkor, amikor kitört az orosz-ukrán háború és megindult a menekültáradat. Azóta ez is hullámzik, hogyan zajlik az ő segítésük, mennyire számíthatnak még a lakosság segítségére. A lakosság segítségére most már kevésbé, viszont vannak olyan programjaink, amivel tudjuk támogatni az itt élő ukrajnai menekülteket, hogy az ő egyik legfontosabb dolguk, hogy valamilyen módon tudjunk nekik segíteni abba, hogy be tudjanak illeszkedni. Ez a beilleszkedés például a nyelvi hátrányoknak a kiküszöbölését is jelenti, hiszen nagyon sok család él itt a Vármegyében, akiknek a gyerekeik már itt járnak iskolába. Egy iskolai beválás nagyban fog befolyásolni az, hogy ez a gyerek milyen szinten tud magyarul, és itt azért nem elég az, hogyha konyha nyelven megtanul, hiszen neki az iskolai teljesítményét dolgozatokban, tehát jól mérhető dolgokban fogják megnézni, és hogyha ők hosszú távon maradnak itt, akkor nem csak az általános iskolában kell gondolkodni, hanem például egy középiskolai érettségire való felkészülésben, ahol ennek a nyelvi akadálynak a leküzdése a sorsdöntő lehet egy-egy gyerek életében. Úgyhogy az egyik legfontosabb feladatunk például így az integráció során, hogy a nyelvi kompetenciát tudjuk fejleszteni. Ezt a Vármegyében három helyszínen, Mátészalka térségében, Nyírbátor térségében, illetve itt Nyíregyházán a megyeszékhelyen is folytatjuk. Ezek nem nagy létszámú csoportok, viszont nagyon szorgalmasan jönnek, akik szeretnének úgy is beilleszkedni a közénk, hogy a nyelvünket is elsajátítják, hogy minél könnyebben tudjanak boldogulni. Ami viszont nagyon széles körű feladata a Vöröskeresztnek, az a véradások szervezése. Ebben milyen eredménnyel zárták a
tavalyi évet? Sikerült a tervet egy olyan 90%-ban teljesítenünk. Ugye mi minden évben előre meghatározzuk, hogy mennyi donort várunk ezekre a véradásokra. Ezeket a sikerességeket, ezt azért úgy kell értékelni, hogy nagyon sokszor például, amikor ilyen járványszerű megbetegedések vannak, ugye a pandémiás időszaknak az a része, amikor le volt zárva az ország, azon szerencsére már túljutunk, de azért ebben az amúgy is influenzával vagy felső légúti megbetegedésekkel terhelt időszakban nagyon nehéz megszervezni úgy a véradásokat, hogy azok sikeresek legyenek, hiszen mi előre dolgozunk mindig a következő hónapra, és akkor, hogy például egy munkahelyen hányan lesznek betegek, egy települési véradásra mennyien tudnak eljönni, hiszen már egy fertőző betegséggel nem lehet rajta részt venni, tehát ezeket nehezen lehet tervezni, jól lehet tervezni, de mégis van egy rajtunk teljesen kívülálló változó, ez az embereknek az egészségi állapota, hogy éppen akkor egy településen vagy egy adott munkahelyen ez jól tud sikerülni, vagy picit kevesebben jönnek el, viszont azon dolgozunk, hogy egy stabil számot tudjunk biztosítani ahhoz, hogy az egészségügyi ellátás emiatt semmiképpen ne akadozzon. A véradásnak viszont van egy felső korhatára, tehát előbb-utóbb azért ki futnak abból az időből, amikor ezt meg tudják tenni, ezt az adományt. Mennyire tudja fiatalítani az önkéntes véradók állományát a Vöröskereszt? Mennyire könnyű bevonni a fiatalokat? És hát én nem szeretném elhallgatni, hogy azért a plazmaadás az eléggé elterjedt a fiatalok körében, egy egészen jó havi bevétel számukra. Mi az, amivel mégis meg tudják szólítani a fiatalokat a Vöröskereszttől? Egyrészt nagyon fontos a családi példa. Tehát az, hogy a gyerekek látják-e a családban, hogy ott vannak-e véradók, hogy ott például hallanak-e róla, hogy nagyapa, nagymama, anya, apa volt-e véradó, és ott beszélnek-e arról, hogy ez miért fontos. Nyilván a két dolgot nem lehet összehasonlítani, de ez való igaz és tény, hogy a fiatalokat a plazmaadás nagyon, nagyon vonzó számukra, és az, amit ott kapnak, az nyilván vonzóvá is teszi, viszont a kettőt nem lehet összehasonlítani, hiszen a véradással az egy teljes véradást jelent, és az életmentés az elsősorban ehhez kapcsolódik hozzá. Nem jó az, hogyha egy fiatal csak akkor fogja megtapasztalni a véradás jelentőségét, hogyha egy hozzátartozója úgy kerül kórházba, hogy a gyógyulásához, az életének a megmentéséhez arra lesz szükség, hogy a család összefogásával egy irányított véradást szervezzenek. Jó lenne, hogyha a fiatalok nem az egyiket vagy a másikat részesítenék előnyben, hanem ha már számukra fontos az egyik, akkor fontossá válna a másik is, hiszen egy évben 3-4 alkalommal el tudnak menni véradásra, ez térítésmentes véradás, ami azt jelenti, hogy itt ennek egy erkölcsi elismerése van, hogy ők véradóvá válnak. Mi mindig igyekszünk a véradóink kedvébe járni, apró ajándékokkal emlékezetessé tenni egy-egy véradást. Ez az önzetlen segítségnyújtásnak az a formája, amit addig fönn kell tartanunk, amíg a vér mással nem pótolható, csak vérrel. Tehát ezt kellene valahol nekik fölismerni, és mi is azon dolgozunk, hogy ezt a munkát, ezt minél megalapozottabbá tudjuk tenni, hogy őket elérjük. Ezt szolgálják egyrészt a középiskolai véradások, ahol a pedagógusok nagyon sokat segítenek nekünk abban az előkészítő munkában, hogy a gyerekek lejöjjenek vért adni, vagy eljöjjenek vért adni, amikor ott vagyunk, megnézzék, hogy mi az, kipróbálják, hogy milyen. Én mindig azt szoktam mondani, hogy addig nem mondjon senki a véradásról semmit, amíg egyszer az életében nem próbálta ki, hogy valóban fáj, valóban kellemetlen, valóban rosszul lesz utána. Valóban annyira nehéz ez a dolog, ami miatt ezt nem lehet megtenni? Valóban annyi időbe telik? Mert egyébként, ha eljönnek, akkor rájönnek, hogy mégsem annyira fáj, mégsem olyan kellemetlen, amikor megkapják az SMS-t, hogy valakinek a gyógyulásához hozzájárultak, az viszont egy annyira jó érzés, amit azt gondolom, hogy mással nem nagyon lehet pótolni. És lehet, hogy ezen az oldalon csak egy SMS van, de az egy nagyon-nagyon fontos SMS lesz az életükben. Gyakorlatilag letelt az időnk, de az idei évnek az újdonságairól egy-két mondatot, ha mondanám.
Az egészségfejlesztésben is a szűrővizsgálatok, illetve hát nem a szűrővizsgálatok, hanem egészségi állapotfelméréseket végzünk. Erre egyre nagyobb szükség van, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy minél tartósabban tudjunk egy jó egészségi állapotban lenni, ahhoz nagyon fontos, hogy mindenki foglalkozzon magával. Ez nyilván egy egyéni felelősségvállalás önmagunkkal szembe. Mi viszont próbáljuk ezt úgy lehetővé tenni, hogy ilyen egészségi állapot felméréseket, illetve egészségmegőrző programokat szervezünk, és így eljutni a lakosság minél szélesebb rétegéhez, minél több korosztályhoz, hogy hogyan tudunk sokáig jól lenni. Igazgató asszony, én köszönöm, hogy befáradt. Biztos vagyok benne, hogy ebben az évben még fogunk találkozni, ezekről a programokról be fogunk tudni számolni, és remélem ez az év is legalább olyan sikeres lesz, mint a tavalyi. Így legyen, köszönöm szépen a meghívást. Több száz jármű, traktor és kombájn vonult fel pénteken a Záhonyi határátkelőnél, tiltakozva az ukrán élelmiszerek korlátozás nélküli behozatala ellen. Az ellenőrizetlen minőségű termékek nem csak a fogyasztókra nézve jelenthetnek veszélyt, hanem az uniós mezőgazdaságra is. A demonstrációval az ellen a tervezet ellen tiltakoztak a magyar gazdák, amely újabb egy évvel meghosszabbítaná a jelenlegi gyakorlatot. A megmozduláson több mint 1000-en vettek részt. A himnusz közös eléneklésével kezdődött péntek délelőtt a Magyar Gazdatársadalom tüntetése Záhonynál. Az ország valamennyi pontjáról érkeztek demonstrálók a magyar-ukrán határhoz. A helyszínen több mint egy kilométeres hosszúságban álltak a traktorok, összesen pedig több mint 1000-en jelentek meg az eseményen. A tüntetést az Európai Unió előkészítés alatt álló tervezete indokolta, miszerint újabb egy évvel meghosszabbítanák az ellenőrizetlen ukrán gabona és egyéb termékek behozatalát az uniós országokba. Tavaly elsőként szintén Záhonynál Magyarország szólalt fel az akkori állapot ellen, az elmúlt hetekben több nyugat-európai ország is csatlakozott a tiltakozáshoz. Már nem először vagyunk itt ebből az évből, az elmúlt egy évben. Mi már a szeptember 17-i megmozdulásunkat is kissé későinek éreztük a nehézségeink megoldása tekintetében. De Európa többi részén még csak most érte el a gazdatársak tűrőképességét, a problémák nagysága. Mi most támogatólag csatlakozunk a kezdeményezésükhöz, bár tőlük nem kaptuk meg feltétlenül ugyanezt a támogatást, amikor a nyugati médiában az is elhangzott, hogy Magyarország ellen kereskedelmi korlátozást kellene bevezetni. Nem hallottuk, hogy bármely tagország gazdái szót emeltek volna mellettünk. Ez a magatartás is tovább fokozza annak az elképzelésünknek a megvalósítását, hogy legalább az országunk élelmiszerigényét mi magunk biztonsággal előállítassuk. De sok problémánk, főleg az uniós bürokraták által előírtak, egységesen sújtanak bennünket. Már ők is érzékelik, hogy az ukrajnai származású áruk szinte korlátozás nélküli beáramlása piaci nehézséget okoz nekik is, és mivel a közelmúltban nem tágított az Európai Bizottság engedését, mi ezért tiltakozunk. Az uniós szabályozáson kívül eső ukrán gabonának és egyéb alapanyagoknak már meg is volt az első természetellenes következménye a beregi térségben, mondta el Tilki Attila kormánypárti országgyűlési képviselő. Köszönöm a gazdáknak, hogy itt vannak, hiszen ez a küzdelem, amit mi a magyar parlamentben országgyűlési képviselők, akik közül most Veszprémből, Békés megyéből és természetesen Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből itt vagyunk mindannyian, mi folytatunk. Ahhoz kell ez a segítség. Én két hete Franciaországban a francia gazdatüntetésen is jártam, és itt hátul láttam egy táblát No Farmer, No Food, No Future felirattal, ami azt jelenti, ha nincs gazda, nincs élelem és nincs jövő. Azért vagyunk itt, mert ebben a bolond világban, amit Brüsszel képvisel, a ultraliberálisok és a klímától rettegő, szélső, séges elemek fő ellenségnek a gazdákat jelölték meg. Nem törődve azzal, hogy az egészséges élelmiszer számunkra a legfontosabb. Mi szembesülünk itt a határ mellett leghamarabb azzal, hogy szembesültünk azzal,
hogy a szennyezett toxinnal szennyezett ukrán gabona következtében az őzek parókát növesztettek. Olyan természetellenes koronát, ami ennek következtében nőtt. És nem értjük, én se értem, mezei emberként, nem gazdálkodóként, hogyha arról beszélünk, hogy reformkonyha, egészséges táplálkozás, teljes kiörlés, hogy engedheti meg az Unió azt, hogy Ukrajnából mindenféle, harmadik országból mindenféle ellenőrizhetetlen minőségű áru kerül be. Nekünk a magyar föld, a magyar gazdák a legfontosabbak. Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke úgy fogalmazott, abszurdum, hogy az Európai Unió korlátozás nélkül hagyná forgalmazni az ismeretlen eredetű, génmanipulált ukrán gabonát. Épesző ember belátja, hogy ez egy értelmetlen és egy esztelen harc, és mi ebbe a versenybe eszünk ágában sincs, hogy részt vegyünk. Szóltunk, hogy ebből baj lesz. Szeptemberben már jeleztük, hogy rossz irányba megyünk. Legyünk őszinték, magastól tettek rá, hogy mi mit gondoltunk és mit mondtunk. És mit látunk? Még egy évvel meghosszabbítják azt a lehetőséget, hogy az ukrán élelmiszerek, mezőgazdasági termények korlátozás nélkül jöjjenek be az Európai Unióba. Abszurdum. Abszurdum. Én nem tudom, hogy itt ezek a brüsszeli hölgyek és urak miért gondolják azt, hogy ezzel a rendkívül szennyező formában előállított élelmiszerrel, ami egyébként nagy részben GMO-s, jobban járnak. Hogy ezt akarják valóban a családjaiknak az asztalára tenni? Engem nem zavar, hogy nekik ez a perverziójuk, egészségükre, egyik van nekik ez kell, de nehogy már nekünk is erre kelljen, hogy rákényszerüljünk. Azt gondoljuk, hogy ezt mi nem akarjuk. Ezt meg ők ne gondolják, hogy mi szótlanul fogjuk nézni, ahogy a mészárszékre küldik, szinte az egész európai vidéket, és benne a magyar is. Mert most már nem tudunk más gondolni, mint hogy ez a céljuk. Hogy miért, azt csak a jóisten tudja, de lássuk be, itt alapvetően sokszor gabonáról beszélünk, de azért messze nem csak a gabonáról van szó. Baromfiús, tojás, és látjuk a hírekben, hogy a méltán híres és keresett magyar méz is várja, hogy exportpiacot találjon. Szörnyű, hogy ez van, és itt köszöntöm a méhészeket, látom több táblával, ők is itt vannak velünk. De amikor arról beszélnek, hogy Ukrajnát támogatjuk, és hogy az ukrán mezőgazdaságot támogatjuk, hát senki ne egy ukrán kisparasztra gondoljon. Nagyon messze vagyunk ettől. Itt nem, nincs másról szó, mint hogy valamilyen jellemzően Ukrajnán kívüli nagytőkés rendszernek a befektetéseit védik velünk szemben Brüsszelben. Döbbenetes. Döbbenetes. És hát lassan, de ébredezik Európa nyugati fele is. Kicsi hatásszünettel, de ők is kezdik érzékelni azt, amit mi már tavaly szeptemberben jeleztünk, mert hozzánk ért először el a probléma, hogy ennek nagyon súlyos következményei lesznek. Brüsszel, ez lesz a sorsunk, ez olvasható a tüntetésen bemutatott koporsón. Jakab István, a főszervező MAGOSZ elnöke arról beszélt, nem hagyják, hogy ellehetetlenítsék a magyar gazdákat, és hogy egészségtelen ételek kerüljenek a magyar családok asztalára. Nézzük meg, mi zajlik most? Mi zajlik most Brüsszelben? Mi zajlik Európában? Miért vannak ezek a hatalmas gazdatüntetések? Annó, mint nagyon óvatosan, diszkréten körbejártuk a kedves európai barátainkat, német barátainkat, holland-dán barátainkat, hogy jó lesz ez így, ha ilyen őrült ideológiák mentén Brüsszelben hozzá nem értő emberek teszik tönkre a mezőgazdaságot, teszik tönkre az életünket. Akkor még annyit mondtak, hogy majd meglátjuk. Hát most már ők látják, mi meg sajnos elszenvedjük velünk együtt. Ezért van szükség arra, hogy összefogás legyen. Ezért van szükség arra, hogy itt legyünk, ha kell. Igen, Tibor barátom említette, hogy hát a magyar gazdák meg sem mozdulnak. Emlékeztek, tavaly szeptemberben itt voltunk. Itt voltunk, mert jeleztük, hogy nem tűrjük tovább. 23 termékre most is le van zárva
az import. De mint ahogy mondták a kollégáink, nagyon keményen dolgoznak Brüsszelben azon, hogy ez változzon. És miért is? Amint elmondták a számokat, az a cinizmus, ahogy a 300-400%-kal megnövekedett import, ezt akarják bázisnak. Ez a bázis. És majd utána kivetik a védővámokat. Hogyan? Hogy gondolják ezt? Itt komoly termelőkapacitások vannak. Gazdák fektettek be. Ez az életük. Nekünk ez az 5 millió hektár föld. És ezt megvédtük, megvédjük, és igenis ezen eredményesen akarunk gazdálkodni. Nemrég volt nálunk a legnagyobb olasz érdekképviselet, a Coldiretti elnöke, Pendrini úrral arról beszéltünk, hogy hogyan lehet közösen védeni az érdekeinket. Ugyanígy vannak ők a kormányaikkal, mint mi, hogy egyeztetnek folyamatosan. Ők már törvényt alkottak, és mi is kezdeményezzük, hogy azokat az élelmiszereket, amelyeket Magyarországon mi nem állítunk elő, amiket nem engedünk forgalomba hozni, az külföldről se hozhassák be. Hogy meg kell jelölni azokat az élelmiszereket, amik külföldről jönnek. Igenis, azokat az élelmiszereket, mondjuk a különböző műhúsokat, laborhúsokat, idézőjel a hús, nehogy valaki ezt a sajtóba leírja, nem hús. Különleges eljárással előállított biológiai massza, az nem hús, az nem egy komplex táplálék, és ezzel teszik tönkre az embereket, divat hóbort miatt. Divatot csinálnak belőle, és ezzel tönkretesznek egy nemzedéket. Ez az, aminek ellen kell állni. Visszatérve a brüsszeli döntésekhez. Semmi más nem akarunk, és ebben egységesek vagyunk ma már lassan minden érdekképviselettel Európában. Hogy az a feltétel, az az előírás, amit nekünk itthon be kell tartani, az vonatkozzon minden olyan országra, ahonnan ide terméket, élelmiszer, vagy kész élelmiszer terméket, alapanyagot hoznak be. Az vonatkozzon. Igen, reciprocitás, mondják a művel brüsszeliek. Hát igen, azonos feltételeket akarunk. Ezt akarja a reciprocitás. Ezt kell nekünk megoldani, ezt kell minden körülmények között. A tüntetés több mint 1000 résztvevője a beszédeket követően közvetlenül a határ átkelőhöz vonult, tiltakozva az Európai Unió tervezete ellen. A jelenleg érvényben lévő szabályok szerint egyébként 2024. júniusában jár le az ukrán exportra kivetett importvámok felfüggesztése. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc. Legközelebb új műsorral szerdán jelentkezünk, akkor gazdasági kérdésekkel foglalkozunk majd. Várjuk Önöket akkor is. Viszontlátásra!